Hare Krishna. Tegnap nagyon különleges napunk volt. Nagyváradtól elutaztunk egész Kolozsvárig, 150 km, de 3 órán keresztül mentünk oda, 3 órán keresztül mentünk vissza. Szép kis reggel Nagyváradon, és most indulunk végre Kolozsvárra. Egész napot leszünk, indikáljunk, megyünk. Egy jó kis kocsit kaptunk most kölcsön, mert itt egy kicsit az volt a nehézség, hogy nincsen autó. Itt sétáljunk Kolozsváron, megérkeztünk, szép kis város. Akkor mindjárt lesz egy kis prédikálás. Jó hosszú volt az út, és egész nap prédikáltunk. Nagyon sok jó személyekkel találkoztunk. Maga a város nagyon szép, jó hangulatú. Hát olyan, mint Szeged. Szeged, ugye, ember, aki eljön Szegedre, akkor érzi, milyen kellemes hangulat van a városban, a vibrációja. Ugyanúgy, hát Nagyváradnak is ugyan nagyon jó, most itt vagyok, de nem gondoltam, hogy Kolozsvár is egy jó város. Majdnem mindenki megáll, lehet vele beszélni, nagyon csodálatos emberek voltak. Bakták, könyveket osztották, gyűjtöttek új címeket, próbáljunk ott is idővel egy kis programot indítani. És hihetetlen, nagyon gyorsan ment az egész. Bakták egyik oldalról, mikor megállították, beszéltek egy vendéggel. Én próbáltam filmezni, közben másik már ott megállított a másikat, akkor, és akkor őt nem tettem, nem tudtam felvenni. Amikor a másikat filmezem, akkor ő vette fel, ő megállított egy embert, és nem bírtam őt videóra felvenni. Szóval hihetetlen jó, nagy pörgés volt, bakták, mindenki elfáradt nagyon, de nagyon boldog volt mindenki. Ez pont, ami Sivaráma már sokszor magyarázza, hogy igen, sokszor panaszkodunk, hogy fáradtok vagyunk. Igen, fáradtok vagyunk. Szokott úgy is mondani, hogy hullák vagyunk. Igen, de mivel Krisnát szolgálunk, ezért boldog hullák vagyunk, boldogan fáradtok vagyunk. Pont most megint egy Bhagavad Gita-t vesznek meg Mircsától. Itt van rögtön a Bógihoz. Hihetetlen. Úgy csinálják, mint a Szatyit hódoztak gyorsan. Hihetetlen jó emberek vannak. Itt is Bhagavad Gita-t vesznek a fiatalok.
kocsihoz, de Bogi megállított egy fiút, nagyon kedves, és akkor most vesz egy kis könyvet, adja meg adomány. Jó, 59 könyv lesz. Jó, és még egyet, hogyha valahogy sikerül elosztani, akkor 60 lesz. És itt az utam utolsó hihetetlen, utolsó kis adomány, utolsó kis könyv, és akkor itt baktát kiosztottam, 60 könyvet Kolozsváron, ez fantasztikus. Megyünk hozzá, nagyon szép a belváros is, nagyon kedvesek emberek, nagyon lelkesek. Most ez hihetetlen hatalmas nagy park, itt a belváros közepén mondhatjuk így is. Megyünk, és akkor bakták egy kicsit vacsoráznak, és indulunk vissza Nagyváradra. Hare Krishna! Még megyünk a következő alkalommal újra, hogyha szeretne valaki velünk elutazni, jelentkezzetek, és akkor elmegyünk együtt veletek továbbra. Szép napot! Köszönöm szépen! Tegyétek lájkokat, iratkozzatok fel a csatornára, és majd találkozunk. Hare Krishna!